Fő probléma a springtrap-el, mert szerintem springtrapnek kötelező, hogy rajtad legyen akármilyen maszk, de viszont rajtad kell lennie akkor már, amikor bejön, és az nagyon-nagyon gyorsan jön. Kús már, csika. Na tehát itt is vagyok a 5 Golden Knights at Freddy's 3-nak most már tényleges játékmenetével. Tehát ugye azzal a résszel, ahol már FNAF gameplay van gyakorlatilag. Szóval tegnap belekezdtünk, és eléggé úgy néz ki, mint hogy egy scripted lenne egyébként. Teljes mértékben scriptednek néz ki az őszintét megvalva, amivel van olyan, hogy egyszerre többen jönnek, jóval többen. És hát ja, azt nem nagyon tudnánk máshogyan megcsinálni sajnos, viszont nekem most be kéne zárnom Foxy-t, de nem tudom, mert... Mi van? Azt jelzi, hogy itt van Freddy, mindenki megállt, ki jött Foxy. Wow. Szóval ja, szóval Foxy-t azt meg kéne fogni, csak az a probléma, hogy pontosan akkor van ott most, tehát hogy pont akkor jött ki, amikor kijött Freddy is. Tehát Springtrapnek nem... Springtrapnek mindegy, hogy milyen maszk van rajta, csak legyen rajta egy maszk. Legalábbis én arra emlékszem. Most jön majd Bonnie, és akkor ugye a Bonnie maszk kell neki, így is van. Springtrapnek tök mindegy, hogy milyen maszk van rajtad. Csak ő neki meg... Mi van? Van Springtrap maszkunk? Nincs. Csak ez a kettő maszk van. Akkor miért támadott meg Springtrap? Ezt nem értem. Pedig tegnap teszteltük, hogy ő neki mindegy, hogy milyen maszk van rajta. Meg lehet, hogy azért, mert ő is nyuszi, és ugye Bonnie is nyuszi, és akkor ezért Bonnie maszk kell rád. Nem tudom, ez lehetségesnek tűnik, hogy ez a probléma igazából. Megpróbáljuk úgy. Úgy tűnik, hogy az volt a probléma, tehát most kell majd Freddy maszkozni, azt hiszem. Aha, most jön majd a Freddy maszk, jó, tehát akkor itt megy el kétféle Freddy is egyébként. Adios mindkettőnek. Váltani kell Bonnie maszkra, mert jön Bonnie is közben. Jó, megcsinálható. Aminek nem tudom, örüljek-e vagy nem. Hát örülök, hogy meg tudom csinálni, viszont nem örülök, mert eléggé nehéz lesz így igazából prediktálni, hogy mikor melyik animatronik jön. De szerintem egy idő után csak úgy szimplán meg lehet mondani. Tehát most is például a mozgásokban így meg tudtam mondani, hogy Freddy fog először jönni, ugye. Hús már. Jó, most jön Bonnie, akkor felveszik a Bonnie maszkot. Ez nagyon-nagyon idegesítő, ez a kicseszettendő, hogy folyton legyen mi azt a retkes kamerát. A fő probléma a Springtrap-el, mert szerintem Springtrapnek kötelező, hogy rajtad legyen akármilyen maszk, de viszont rajtad kell lennie akkor már, amikor bejön, és az nagyon-nagyon gyorsan jön. Kús már, csika. Ó, ez Bonnie moment lesz. Ja nem, Freddy moment, basszus. Fejem jól gondolkozott, szám meg nem tud beszélni. Bruh. Jó, most lesz majd Bonnie moment. Így is van, remélem nem voltam túl késő. Nem. Jó, tehát akkor most lesz majd ezután Springtrap moment. Pontosan most, igen, akkor már egyszer fenn is hagyhattam volna a maszkot, na mindegy. Kinyílott Foxynek ez a kis szarja. Endo megint tevékenykedik, most jön majd a Double Freddy attack. Double Freddy action, úgyhogy én inkább előre le is húzom ezeket a maszkokat. Jó, minden a legnagyobb rendben van, mert csak 20% áram van hátra. Bonnie mask time. Csak az a probléma, hogy ez a kölcsög ez meg nyomkodja le folyamat ezt a retkes kamerát. Hál' Istennek mondjuk nem nyílt ki Foxynek az a szarja, úgyhogy... Jó, ez szerintem megvan. Hogyha nem kapok valami olyan gatyamadzag rángató patternt, amit nem tudok levédeni, akkor ez teljes mértékben megvan. És úgy tűnik, hogy nem fogok olyan patternt kapni. Oké. Oh, megvagyunk. Cutscene? Wow. Cutscene egy kliktimes játékban? Kemény. Kifogytál az áramból az épületben, de az animatronikok még mindig ott voltak. Fáj a fejed, és kezdesz fáradni. Mikor van ennek vége? Unlockoltad a pince módot, most ha játszhatsz a pince szekcióval akármikor. Köszönöm szépen. Volunteer ending? Ennyi? Ennek több endingje van? What? Ez azt jelenti, hogy ennek több endingje van ennek a játéknak? Rányomtam az exit feliratra. És azt írta ki, hogy fuck this, I'm out ending. Legjobb ending, minek menne be, hogyha hazamehetsz Mariozni? De most komolyan. Tehát van már két ending. Oké. Basement mode. What? Ja igen, velük mindegyikkel találkoztunk, csak ritkásabban.
Őnekik nem is lehet izét állítani, őnekik lehet hármat csak. Meg frequency-t lehet állítani, ami hát őket állítja igazából. Ez szó szerint? Ennyi? Ez a játék? Wow. Kell, hogy legyen több ending, basszus, hát nem lehet, hogy ez a kettő ending van, aztán kifújt. Kell még lennie valaminek, csak van még valami, nem? Mi, hogyha visszajövök ide? Itt volt az a... igen. Tényleg semmi az égvirágon? Basszus, még csak 7 perccel veszek videót, hát hogy fogok én ebből videót csinálni? Ne csináld már ezt, játék, ne csináld már ezt, csezd meg. El tudjuk törni ezt a floppit. Hogy mit érünk el vele, azt nem tudom, de törjük. Ó, oh, wow, már nem is fáj a fejem, ahogyan eltörtem azt a diszket, már azóta nem fáj. Hát az valami mágikus diszk, basszus, ami így, nem tudom, attól fáj fej. Tehát akkor most valami más fog lent történni a pincében. Igazából csak arra tudok gondolni. What? Van itt lenne még egy office. Várjunk, ez egy pizzéria? Miért lenne ez itt? Fura. Ó, oh, wow, csak ezzel a két animatronikkal? Hát ez pofon egyszerű lesz. Csak ezzel a két animatronikkal van túlélésünk? Hát ez nagyon-nagyon könnyű lesz. Ez szó szerint ennyi. Nem már. Hé, ez nem ugyanaz a gameplay, mint a... meg a pizzéria, mint az... egyben. Nem az egyben volt totál ugyanez a ház? Szerintem de, és most akkor csak így szimplán ezt megcsinálom, és ennyi. Itt lesz majd még egy ending, vagy mi? Viszlát, Old Freddy? Vagy Withered, vagy nem tudom milyen vagy te. Most jön majd a Springtrap. Ugye? Nem tudom, nem látom nagyon azt a kis ajtót, hogy lejön-e. Ah, lejön, igen. Jó, Springtrap az minden egyes játékban olyan szinten sprintel, basszus, hogy lekörözhetetlen a pari. Ez szó szerint ennyi ez a minigame? És akkor ez meg gondolom talán majd ad még egy endinget, vagy nem tudom. Tehát most széttörtük a CD-t, és most már nincsenek itt az animatronikok, csak kettő régi. What? Mi ebben a logika? Nem tudom. De biztos van benne valami, csak nem értem. Na mindegy, Springtrap fog lefutni megint először, még pedig most szerintem. Igen. Jó, és akkor szó szerint ennyi lesz. Freddy, ez most, most reszetelődtek. Szóval akkor most Springtrap fog előbb jönni, vagy Freddy? Springtrap egyértelműen, mert Freddy az fölfelé. Freddy az nagyon-nagyon batyog ebben a játékban is. Springtrap az sosincsen kilométer hiánya, Freddy meg alig tud 100 lépés megcsinálni. Szóval akkor most fog megjönni Springtrap, és akkor elmegy előttünk Freddy, és ennyi lesz az egész éjszaka? Oh, wow. Futi van. Jó. Gyerünk, Freddy. Ide tudsz érni. Hiszek benned, basszus. Hiszek benned. Tudom, te vagy a legöregebb meg minden, de meg tudod csinálni. Ez az, battyog csak. Kész, ennyi volt, elment előttünk. Van még 8% áramunk. Gondolom ennek is akkor lesz vége, hogyha elfogy az áram, ami most lesz, hogyha elfut előttünk Springtrap. Ennyi volt. Elfogyott az áramod az épületben, és minden tiszta halk lett. Vigyázva fölkelsz a székből, és nekiállsz körbenézegelődni a pincében. Reunion Ending. Ez ugyanaz a fotó háttérben, ami az I Miss You-nál volt, ami hogyha minden igaz, ez nem fix. Ez nem fix egyáltalán, de szerintem ez a készítőnek egy másik játékával egy karakter? Mert ennek a készítőnek ennek van valami másik játéksorozata, ahol egy animálány van. És az is egy horror játék, és ez szerint, legalábbis hogyha nagyon-nagyon felnyomom a képet, nem tudom, meg tudom-e csinálni, megpróbálom, hogyha nagyon-nagyon felbusztolom a képnek a fényereit, meg úgy kontraszt, meg mindent, akkor lehet, akkor ki lehet venni egy ilyen árnyék alakot, ilyen hajja. És ez szerintem totál ugyanaz, mint a karakter, aki van a többi játékában. Szóval akkor szó szerint ennyi volt. Megpróbálom impossible módon, basszus, tehát... Lássuk. Lássuk, mit tud az öreg mester. Ó, oh, wow! Úristen, szerintem szó szerint lehetetlen ez a játékmód egyébként. Nem véletlenül az a neve a játékmódnak, hogy lehetetlen, basszus.
Szerintem ez tényleg nem lehetséges. Az öreg anyádat. Jó, tehát szó szerint felvettem 14 percnyi gameplayt és végeztünk az egész játékkal. Szóval nem tudom, hogy mit csináljak. Szóval átjöttem megcsinálni az összes minigémet az FGNF2-ben. Tehát akkor ennyi lesz így az egész gameplay. Megpróbálom picit érdekesebbé tenni. Na tehát az érdekesebbé tennit azt úgy gondoltam, hogy lecsalom, és kétszer olyan gyorsra gyorsítom az egész játékot. Szóval mostantól az egész játék kétszer olyan gyors. Nem kell félni igazából, csak minden kettőször olyan gyors minden a játékban. Ez egy picit gyorsabban fog menni nektek is. Ti sem fogjátok annyira unni, én sem fogom annyira unni. Gyorsabban végén leszünk a Knight-oknak, és igazából én így is csak is kizárólag azért jöttem, hogy megcsinálom újra a minigémeket, csak azzal lesz baj, hogy a minigémeket ugye le kell majd venni gyorsan még a gyorsításra játékra. Mindegy, a taktika azért meg megvan így a fejemben, hogy hogyan játszottuk ki ezt a játékot, hiszen nem volt olyan régen, ugye tegnap volt. Na, 6? Ah, 6. Jó, visszaveszem 1-esre a gyorsítását a játéknak, és tehát akkor azt hiszem az volt a legelső minigém, hogy tortát kellett adnom egy gyereknek. Gyere, 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 hozom a tortát, uram. Ne sírj, legyél boldog. Ennyi volt. Boldog lett, kalap kabát, visszahúzom 2-esre a játéknak a gyorsaságát. Hehehe. Kus. Na tehát szó szerint annyi lesz igazából az éjszaka, hogy én csak afkolok, nyomkodok néhány gombot néha, hogyha úgy gondolom. És ennyi. Teljes mértékben fair gameplaynek tűnik nekem. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én így megleszek. Szerintem. Jön Bon Eventbe. Az öreg anyádat. De megijedtem. Elfelejtettem, hogy ma már az a köcsög is aktív. Nem baj, annyi a lényeg, hogy a maszk legyen len a toy animatronikoknál, mert tehát Old Freddy, vagyis hát az eredeti Freddy ugye, ő nem nagyon agresszív, tehát őt szó szerint, hogyha csak a képernyődön van egy pár szekig és utána húzod le a maszkot, akkor is túléled, szóval ő neki nem tudom, hogy miért ilyen hülyén van megoldva egy picikét, mert ez egy eléggé fura, mert tehát mindenki más legalább nehéz kidodzsolni, de őt így egyáltalán nem, tehát ő szerintem nem is veszélyforrás. Legalábbis nem mondanám annak, mert szó szerint nem veszélyes egyáltalán. Mindenki visszaállt az alaphelyzetébe, basszus, Knight-nak random a kellős közepén. Igen, nem volt az első végigjátszásomnál, most már viszont láttunk ilyet is. És egyszerre fog jönni a kettő ventes köcsög. Nem, előbb fog jönni Chica. Hú, basszus, ez necces volt, na mindig. Azt hiszem a második minigém az, ahol futni kell valaki elől. Szóval egy, nyomva tartom a D-t. Szerintem sikerült. Azt meg tudom klikkelni, azt nem tudom mit csinált velünk. Azt az egy gombot, azt meg tudtam klikkelni basszus, és hát ott valami volt. Nem tudom, boldog. Oh, megjelent az anyukám! Ments meg a purple gá- Yes sir! A Knight 2-nek is szembenézünk most már. Hey, va. Knight-nak a 85%-a ez lesz egyébként. Ez a maszk textúra. Kivéve az a része nem lesz ez a Knight-nak, ami nem ez lesz. Ezt Albert Einstein is megmondta. Szóval most melyik fog először jönni? Chica vagy a Bonbon? Bonnie fog előbb jönni. Chica az nem is jön jelenleg. Ő visszaafkolt a kezdőhelyére. Na ja, pontosan erről beszélek. Mindegy, a következő minigame az nem tudom, hogy mi volt. Nem emlékszem rá. Meg lehet, hogy utána kéne keresnem előbb. Amielőtt cselekedem. Mert meg lehet, hogy ugye nagyobb success rate-em lenne. Mivel hogyha újra kell játszanom, csak megint az egész játékot csak is kizárólag ezzel az éjszakáért, akkor mérges leszek. Szóval meg lehet, hogy jobb ötlet lenne jóval, hogyha csak szimplán igazából újra, vagyis hát megnézném, hogy milyen minigame. Tehát ez sokkal jobb lenne szerintem. Nem tudom becsukni azt a faszopó ajtót! Szóval most, hogy már tudjuk, hogy Foxynak az ajtaja egy kicseszett költség és nagyon-nagyon rossz neki egy hitbox-a, amit le kell nyomni. Mivel a maszknak a bal oldalán van, nem a közepén van a masknak, dehogy is. Nehogy eltalálja a Kevin. Véletlenül se.
Na, ki is vittük ezt az éjszakát, és ugye akkor megyünk át a következőre. És nem emlékszem rá, hogy itt mi volt a minigame, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy valami cracked. Jó. És muszáj balra mennem. Szóval utána néztem, és elvileg nincsen következménye annak, hogy ezek után mit csinálsz. Szóval ezelőtt meg lehet nyerni a minigémeket, ezután nem nagyon lehet velük mit csinálni. Szóval, hát ja, én megpróbáltam, viszont akkor ez szó szerint ennyi lesz. És sajnos nem tudok mi más csinálni, úgyhogy valószínűleg ennyi volt ez a videó. Rövidebb lett, mert iszonyatosan rövid volt a játék, és nem nagyon volt más content, ezért megpróbáltam széthúzni valamennyire, de ez a baj, nem tudom széthúzni a contentet, ami nincs. Na tehát mivel annyira rövid lett a videó, mert hát annyira rövid volt a játék, és úgy gondoltam, hogy akkor már egyszer megtoldom egy picikét ezt a holnapi bizonyos Rocky Online játékok részt, akkor mivel még alig van content a videóban szó szerint, ezért úgy gondoltam, hogy akkor játszunk egy darab nagyon-nagyon rossz FNAF játékkal kiválasztok, egy darab horribilisan rossz FNAF játékot, ami böngészős, és megpróbálunk vele játszani, meglátjuk, mit találunk. Szerintem találtunk. Van itt Three Nights at Fred, van Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, 5. Aj, ez ugyanaz az oldal felépítés, mint ami a legelső részében volt a Bratty Online játékaim sorozatnak. Sőt, az őszintén megvalva, ez az oldal, ez szerintem teljes mértékben ugyanaz, csak át vannak írva a dolgok rajta egy picikét. Tehát ez a Three Nights at Fred. Fred, Foxy, vagy Fred and Foxy, én Fred leszek, easy-n, és level 1-en. Lock, unlock, view, pick tools, open doors, okay, I understand. Na, szóval itt vagyunk Frednek a pizzériájában, és ide kell állnunk. Meg kell találnunk a képeket, amielőtt elhagyjuk ezt a helyet, szóval... Ez egyébként jobb, mint egy FNAF játék, ezt csak úgy mondom nektek, remélem tudjátok. Ajajaj. Meg kell találnom 5 cetlit, ami el van itt rejtve, és utána elmehetünk? Elvitted a 3D szemüvegeket. Help. Ez mi volt ez a goofy animáció? Itt Golden Freddy. Miért is lehet bekapcsolni a kamerákat? Mi értelmük van? Ott lenn vannak a kis toy verzióik nekik. Úristen, ez valami horribilis. Miért érzem azt, hogy az AI ez totál sekhülye egyébként, és valószínűleg, hogyha elé állnák, akkor se venne észre? Gyere! Kíváncsi vagyok, mit csinálsz velem? Nem, Amduat Games, nem, ezt láttuk már, ezzel mi nem játszunk, ez szó szerint egy illegális sportja a FNAF 1-nek. Let's go! Én arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy melyik játék lehet a FNAF 5. Mi az, hogy FNAF 5? Ez melyik játék lesz, basszus? Nem tudom, de nagyon lódolom úgy. 0/1, ajjaj. Itt valami asszeteket tölt. És komolyan a Sister Locationnek a Custom Night-ja. Mit tudom én, húzzuk ki őket. Így. Így, pont jó. Megcsináltam a Kevin Challenge-et, ez a Kevin Challenge. A fake töltőképernyőre szükség van. Ez miért egy nem is annyira rossz portja a Security Breach-nek? De egyébként basszus, hogy nekem megvan az eredeti játék, miért ezzel játszom? Understandable, have a great day. Jó, tehát akkor most vagyunk itt a videónak a végén, mivel úgy voltam vele, hogy nagyon-nagyon rövid volt, mert fél után ugye abba kellett hagynom a videózást, mert hangzavar volt nálunk. És én mindig szeretném igazából a legjobb hangminőséget hozni, mert én szerintem a hangminőség az egyik legfontosabb dolog a videózásban. Na mindegy, további info szokásosan nem van a leírásban, holnap akkor Rocky Online játékokkal jövök, és lesz egy bejelentés Discordon, lépjetek be Discord szerver link a leírásban. Szokásos infók még mindig itt, mint ahogyan szoktak lenni, és akkor készüljetek valami nagyra, ami miatt nem lesz majd a héten videó egy nap, viszont azt majd még kiírom YouTube-ra is, Discord-ra is, mindenhova, úgyhogy ja. Holnap találkozunk, csösszök, halé! Bá.